azt gondolja az ember, hogy erre föl lehet készülni, és föl tud készülni. De hát... Ne tabu témaként legyen kezelve az Alzheimer, mert pillanatnyilag úgy érzem, hogy egy kellemetlen, egy tabu téma, ne beszéljünk róla. Tehát ez a szemlélet az, ami nagyon fontos, amit meg kell tanulni, vagy meg kéne tanulni, vagy elinduljunk ilyen irányban, mert akkor fogjuk tudni a demenciát, az ember az Alzheimert is másképpen kezelni. Mutasd meg a világnak, hogy mit tudsz. Se egy mozgássérült embert, se egy beteg embert, se egy rokkant embert, senki ne ítéljen el. Nem tudja, mikor ér oda. Mikor lesz az ő nyakán a hurok? Kezembe nyomtak egy kitűzőt, egy nagyon egyszerű kitűzőt, hogy azzal a felirattal, hogy nem vagy egyedül, én bizony elsírtam magam. De ő se érdemli meg, hogy ez a betegsége legyen. Ő se. Csinálok valamit. Nincs neki egy nagy értelme, de tudom, hogy akkor még nem vagyok hülye. Nagyon sok mindenre fel kellene készülnöm, ha tudok. Azt nem lehet elvenni. El lehet. De nem úgy. Az már nem az. Miért különösebb, miért másabb az Alzheimer? Azért, mert nem tudjuk az okát. Az utóbbi év meg különösen attól hangos az Alzheimer kutatásban, hogy újra kell értékelni az egészet. Nem is biztos, hogy egyetlen egy betegségről van szó. Ebben a káoszban, ebben az okokozati káoszban nem találjuk az egyensúlyt, nem találjuk a relációkat, és nem tudunk kőbe vésetten egy horgonypontot találni, amiből tovább tudunk menni. Behunyott szemmel fejünket a homokba dugjuk, hogyha ezt csináljuk, mert egyre több az idős beteg, az idős betegségekkel másképpen kell foglalkozni, mint ahogy a demenciák körül és az Alzheimerrel másképpen kell foglalkozni. Meg kell tanulnunk olyan szemlélettel dolgozni, gondolkodni, ami lehetővé teszi, hogy alkalmazkodunk a kor kihívásához, ami jelen pillanatban az egészségügyön belül nem a mars meghódítása. Ne gunyoljanak ki senkit, hanem álljanak oda, segítsék a másik embert, mert azért vagyunk emberek. Aki beteg, a környezete is szenved. Szenved. Teljes volt az életünk. Igen, igen, ez. Most is ez hiányzik, igen.